két ember meggyilkolásáért ítélték 40 évre Dér Csabát a múlt héten. A nemzetközi hírű bérgyilkos nevetve jött ki a tárgyalóteremből, és az ítélet után készült interjúban is érzelemmentesen beszélt a bűneiről és a büntetéséről. Azt mondta, ő azért maradt életben, mert ő lőtt hamarabb. A bíró szerint a férfi életfelfogása ellentétes a civilizált társadalom normáival. Extrém akció, extrém ítélet. Viccelődve, nevetgélve távozott a tárgyalóteremből Dér Csaba. Úgy tűnt, nem viselte meg, hogy alig egy órával korábban a bíróság 40 év fegyházbüntetésre ítélte. Mindig agresszió és erőszak dominált az életemben. Ezt már másnap nyilatkozta Dér Csaba. A járványveszély miatt nem mehettünk be a börtönbe, videótelefonon keresztül beszélgettünk, és arra sem kaptunk engedélyt, hogy a folyamatban lévő ügyről kérdezzünk. Dér Csaba a gyerekkoráról, a szerb alvilágról mesélt, és azt is elárulta, mi jár a fejében, amikor meghúzza a ravaszt. Ez mindig úgy fogalmazódott meg a gondolataimban, hogy életet védek meg, hogy védem a barátomat. És ez háborús, harcos körülmények. Ezek egy olyan emberek, akik mondjuk rá megfogják az embert, az képesek darabokra széthagdosni, agyonverni az embert, megfogni, vasat kiverni a fogát, szemét, soha nem lőnék bele tisztességes emberbe, vagy mondtam, hogy nem is érteném meg, még nem is beszélnék vele durván, nemhogy lelüljek. De ezek nagyon extrém helyzetek, nagyon brutális helyzetek. Dér Csaba 2 évvel ezelőtt Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt. A szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi ellen több ország is elfogató parancsot adott ki. Magyarország, Hollandia és Szerbia is emberölés miatt körözte. Mindeközben a hamis iratokkal álnéven utazgató rettegett bérgyilkos egyik internetes közösségi oldala tele volt olyan fotókkal, ahol mit sem sejtő rendőrökkel pózol Európa szerte, mintha csak egy vidám turista lenne. Volt kettő személyiségem, az egyik oldal, és meg az a másik, az a ami háborúhoz tart, leszámolásokhoz. És mondjuk rá polizáson és szórakozáson, és valaki azt mondja, hogy mosolygok, jól érzed magam, de mondjuk rá az jár az eszembe, most ha kijövök, akkor lesz egy golyózápor, vagy elhelyeztek egy autóba bombát, és elmegyek mellette szétrobban. Dér Csaba a vajdasági Csantavéren született. Az apja agresszív volt, sokszor megverte. 13 éves volt, amikor egy gengszter lelőtte a bátyját, aztán az édesanyja is öngyilkos lett. A délszláv háború utáni zavaros időkben már egészen fiatalon ruhát, cigarettát és benzin csempészett autót lopott, aztán javítóintézetbe is került, hamar megismerte az alvilág kegyetlen törvényeit. Nagyon brutálisak, nagyon kegyetlenek voltak. Az embereket kínozták, például sapkába szorították a lábukat, és akkor eltették vasakkal, hentes kampót akasztottak a szájukba, törték kezüket, lábukat, kínozták. Ezek az emberek nyomorékokat csináltak belőlük. Akkor akik ellenük állt, azokat lelövöldözték gépfegyverekkel, automata gépfegyverekkel az utcákon. Ebben segítették őket a rendőrök is, az állambiztonsági szolgálat adott nekik rendőrazonosító jelvényt. Dér Csaba egy feltörekvő drogdíler barátja testőre lett. Összetűzésbe keveredtek az akkori legerősebb klánnal. Állítólag több sikertelen merényletet is elkövettek a barátja ellen, amikor úgy döntött, bosszút áll, lelövi az ellenséges banda alvezérét. Abba vezérelve, hogy megvédjem a barátomnak az életét, bementem az étterembe, vittem magammal 2 fegyvert, mert nem tudtam, hogy hányan fognak lenni, és tartottam attól, hogy valamilyen tűzharc ki fog alakulni. Így fogalmazzam meg szitával őtem. Nagy volt bennem az adrenalin. Ezután börtönbe került, 12,5 évet ült. Időközben Szerbiában megváltozott a helyzet, felszámolták a legnagyobb bandákat, visszaszorították a korrupciót, de Dér Csaba számára megállt az idő a börtönben, és amikor 2017-ben kiszabadult, nem tudott beilleszkedni az új, békésebb világba. Nem bírtam kiszállni, börtönben is mikor voltam, többször megtámadtak, ki akartak végezni.
Utána, amikor kimentem, akkor már még mindenki tudta, hogy célpontjuk vagyok, és hogy ki akarok, és ez miatt én nem bírtam integrálódni a társadalomba. 2017. augusztus 28-án Barcelonában rálőttek egy szerb maffia főnökre, de a férfi túlélte a támadást. A spanyol nyomozók hivatalosan eddig nem gyanúsították meg Dér Csabát, de azt sejtik, hogy ő volt a merénylő, mert a helyszínen megtalálták a DNS mintáját, igaz az áldozat nem tett terhelő vallomást rá. Néhány hittel később már Szarajevóban tartóztatták le Dér Csabát, azzal gyanúsították meg, hogy egy rivális banda vezetőjének kivégzésére készült. Pár hónap után viszont kiengedték, és egy rémálomba illő véres álmok futásba kezdett. 2018. július 30-a Amsterdam. Dér Csaba egy belvárosi étterembe sétál be, ahol kora délután a vendégek szeme láttára közvetlen közelről lő le egy horvát bűnözőt. Ezután elmegy a helyszínről, eldobja a ruháit, a fegyverét, a telefonját, vesz egy pohár kávét, nyugodt léptekkel bemegy egy üzletbe, új ruhát vásárol magának és tovább sétál, a biztonsági és térfigyelő kamerák mindent rögzítettek. Nem lehet megoldani, nem lehet másképp. Dér Csaba azzal védekezett a tárgyaláson, hogy egész Európában rávadászott egy szerb drogbanda, és amikor Hollandiában megtudta, hogy egy horvát férfi irányítja az őt üldöző bérgyilkosokat, úgy döntött, szembe kell szállnia vele. Olyan társadalmi szegmensről beszélünk, ami eltér az idézetben mondott normál társadalmi szegmenstől. A rivális bandák vadásznak egymásra. Ha az egyik bandatag elkapja a másikat, nyilván egy csúnya halálra számíthat. Ahogy elmondtam a védőbeszédemben is, jó esetben egy golyó és egy gyors halál, rosszabb esetben pedig egy napokig tartó kínzás és ezután egy halál. Ezt kellett neki mérlegre tennie akkor, amikor az amszterdami gyilkosság megvalósult. Azon a helyen vagyunk, ahol történt ez a tragédia. Ezt a felvételt 2019 tavaszán készítették a rendőrök. Dér Csaba az elfogása után a budapesti gyilkosság helyszínén magyarázza, hogyan ölt meg egy magyar kábítószerkereskedőt. Most éppen azt mutatja, hol állt akkor, amikor 2018. szeptember 20-án az áldozat megérkezett a 15. kerületi bevásárlóközpont mögötti elhagyatott területre, a Szilas patak partjára. Az autónál lelőttem, és a testet azt elhúztam a patakba. Ebbe az irányba. A helyszínelés fotóit mutatjuk. Itt vannak a vérnyomok a fűben, és ez az a patak, ahová bedobta a holttestet. Az áldozat kocsijában 21 millió forint értékű euró és 10 darab egyenként több mint 1 kilós ragasztószalaggal körbetekert, befóliázott, fehér porszerű édesítőszer tartalmazó csomag, és egy gyanús, oda nem illő sapka is maradt. A helyszínelők DNS mintát is találtak rajta, így tudták beazonosítani Dér Csabát. Ő egy kábítószer kereskedő volt, kokainnal foglalkozott. Az én barátomat átverte, és ez egy egyszerű mód volt, hogy megbeszéljem vele a találkozót. Ezt Dér Csaba mondta a helyszíni kihallgatásán az elfogása után. A kékfény úgy tudja, hogy a nyomozás során felmerült az a lehetséges verzió is, hogy az áldozat egy szerb mafiózótól vásárolt korábban kokaint, de olcsóbb forrás talált, csak éppen azzal nem volt tisztában, hogy azt a kábítószert is ugyanaz a szerbiai nagykereskedő árulja. A férfit ezért csalhatták törbe, és ezért tölhették meg. Én mindig védtem a gyengébeket, nem engedtem, hogy az ártatlan emberek kínozva, elrabolva, gyilkolva legyenek. Dér Csaba ma már tagadja, hogy ő lőtte volna le a kábítószerkereskedőt. Azt elismeri, hogy ő is a helyszínen volt, de most már azt mondja, hogy nem ő, hanem egy társa gyilkolt. Azt állítja, hogy csak azért vallott be mindent, hogy a szerelmét védje, akit szintén meggyanúsítottak az ügyben, hiszen megtalálták a DNS mintáját a drognak álcázott édesítő csomagolásán. Nincsen tanunk, nincsen kamerafelvételünk, nincsen gyilkos fegyverünk se, egyetlen semmi nincsen. Vannak másodlagos információ morzsácskák, én ezt csak így tudom nevezni, és még a bizonyíték kategóriába sem tudnám sorolni. Az ügyvéd szerint csak annyi bizonyítható, hogy Dér Csaba ott volt. Dér Csaba a budapesti merénylet után 2019. január 5-én Belgrádban gyilkolt. Az egyik szerb bűnbanda alvezérének kivégzését is felvette egy biztonsági kamera.
Az áldozat éppen egy babakocsit próbál az autója csomagtartójába tenni, amikor megérkezik egy fehér kocsi. Dér Csaba kiszáll, oda sétál az áldozathoz, a szemébe néz, rámosolyog és fejbe lő. Dér Csabát 2019. március 1-én Prágában fogták el. A férfi egy elegáns szállodában húzta meg magát. A cseh igazságügyi minisztérium a letartóztatás után úgy döntött, hogy Magyarországnak adják ki a gyanúsítottat. Nem sokkor ezután Bécsben 14 európai ország rendőrei találkoztak, és Dér Csaba, valamint a szerb drogmaffia elleni nyomozásokról egyeztettek. Dér Csabát 2019. július 18-án Szlovákián keresztül szállították Magyarországra. Először csak a budapesti gyilkossággal gyanúsították meg, de később a holland hatóságok felajánlották az amszterdami merénylet miatti eljárást is, így Dér Csaba két emberölés miatt állt bíróság elé. Dér Csaba vádolt bűnös, a vádolt a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban 40 év után bocsátható feltétele szabadságra. A bíróság szerint nem lehet elfogadni Dér Csaba védekezését, az amszterdami gyilkosság nem önvédelem volt. Természetesen egyáltalán nem osztotta a bíróság a védelem azon álláspontját, hogy a vádolt cselekménye az nem veszélyes a társadalomra, mert gengszert megölhet. Nem élek. A civilizált társadalomnak nem élnek a normái. A bíró arról is beszélt, hogy a nyomozás során felmerült, hogy az áldozat egy drogszállítmányról adott információkat a horvát rendőrségnek, Vamzer volt. Ezért kellett meghalnia, de ezt nem lehetett egyértelműen bizonyítani. Az ítélet indoklásából az is kiderült, hogy arra viszont megdönthetetlen bizonyítékok vannak, hogy Budapesten is Dér Csaba ölt. A DNS minták, a telefonos híváslisták és cella információk, valamint a később visszavont beismerő vallomás. Hanem ő gyakorlatilag elvette az életüket. Olyan embernek vette az életüket, van családja, akik élték az életüket. Nekik is joguk volt az élethez. Amit a vádlott hidegvérrel, gátlástalanul vette el. Dér Csaba mentségére nem sok enyhítő körülményt tudott felhozni a bíró, még az sem segített a vádlotton, hogy a Budapesten lelőtt kábítószerkereskedő lányának több millió forint fájdalomdíjat fizetett. Az ítélet nem jogerős, Dér Csaba és ügyvédje felmentésért és enyhítésért fellebbezett, és meglepő módon az ügyészség is fellebbezést nyújtott be, annak érdekében, hogy Dér Csaba 40 év után se szabadulhasson. A Kékfényben Miki Attila riportját látták.